volt, viszont nem volt... te várj, azt hozzá kell tennünk, hogy te még nem voltál kint úgy magyar válogatott meccsen, hogy kikaptunk. És most kint leszel a stadionban, ugye én is kint leszek. Tehát, igen, eddig voltam kint 4 vagy 5 meccsen, és eddig egyszer se kapott ki a válogatott, amikor ott voltam. Kim voltam ugye a horvát meccsen. A Velszi meccsen is. A Velszi meccsen is kim voltam, akkor kim voltam a... Hát jó, mondjuk finnek, észtek hát jó, ellen, igen. Azt hiszem. És lehet, hogy ennyi, még talán volt valami. De igen, tehát hogy én vagyok a kaballa, tehát nem is értem, hogy miért nem kerestek meg az MLS-től, hogy igen. Legyek ott minden meccsen, mert akkor nyerünk. Sziasztok, srácok! Sziasztok! Eljött a nagy nap. Június 19-e szombat van. Ma lesz ugye a magyar-francia meccs, és mondtuk, hogy ki fogunk jönni, és hát videót is fogunk erről csinálni. Úgyhogy most van mennyi az idő, körülbelül ilyen 10 óra? 11 óra van, itt van a mögöttünk a gyülekező tömeg a meccs előtt. Úgyhogy... A meccs előtt, igen, most jövünk majd, vagy most fogunk menni karszalagot átvenni. És hát megpróbáljuk, amennyire tudjuk dokumentálni nektek ezt az egész napot. Aztán meglátjuk, hogy hogy sikerül is. Hát hajrá! Hajrá, magyarok! Na sziasztok, srácok! Láthatjuk a karszalagokat. Egész gyorsan megvoltam úgy. Azt hittük, hogy nagyobb lesz a sor, főleg, hogy így más napon tudjuk csak átvenni, de elég pörgősen meglett. Aztán most keresünk egy árnyékos helyet, hogy egy kicsit megpihenjünk még a meccs előtt, aztán nagyon-nagyon-nagyon meleg van. Tényleg nagyon durván meleg van. Ja, de mindegy, úgyhogy akkor igen, kajálunk majd az után, aztán majd megyünk vasra. Meghagyták az eredeti stadionból, már mint hát a, úgy értem, a régiből. Ja. A régi sajtószobát is így. A sajtóépületet is ezt alakították, hogy múzeumnak a Puskásnak a stadionhoz. Ja, menő. Kíváncsi leszek, hogy ilyen. Ekkor a stadionban még sosem voltam, úgyhogy lehet össze csinálom magam a látványt. Most megyünk föl a tetejére, mert a 339-es szektorban ülünk.
Nagyon kemény meccs, alig van hangom, alig jövök beszélni, folyik rólam a víz, ez a nap, én ha, remélem hazaérek élve, de nem biztos, úgyhogy lehet, hogy vége a fél időnek, sziasztok. Ne, Anni, jó, nagyon nem amúgy. Baksza Bence csinálja egyedül, ha én nem megoldom, meg a gyakornokunkat felvesszük, Ja, a gyakornokunk ott van a kamera mögött, köszönjük szépen a mai operatőri munkát neki, meg a sok képet, amit csinált nekünk. Igen, hát amúgy a meccs egyébként zseniális. Nagyon sokáig benne volt, ugye, hogy megnyerjük a meccset. Igen. Én elhittem, hogy ez szerintem meg lehet. Szerintem mindenki elhitte, hát egy kicsit szerencsésebbek vagyunk ott a bekapott gólnál, akkor meg is. És ugye azt mondtuk a beharangozó videóban, hogy a Bence eddig még nem volt kinn olyan meccsen, ahol kikaptunk. Illetve csak olyan meccsen volt kinn, ami nyertünk. Ez most eddig egy kicsit módosult, mert most már olyan meccseken de volt. Úgyhogy, hogyha az MLS látja ezt a videót, akkor nyugodtan biztosíthat így jegyeket lehet, a meccsekre, hogy, és akkor így kabalaként azért. De lehet, hogy csak azért működik, mert mindig együtt megyünk arra a meccsre. Tehát akkor nekem is adjanak jegyet, és akkor hogyha kell. Ja, meg az operatőrnek, igen, neki. De point félretérve amúgy. Nagyon. De hatalmas élmény volt azért, tehát ahhoz képest, hogy amire számítottunk, a srácok, mondjuk alapból meghaltak a pályán a portugálok ellen, és megtettek mindent. De ez most valahogy még extra volt. Támadásban teljesen másképp volt. Tehát az elején a franciák alig jutottak levegőt, aztán utána átvettük mi ezt a szerepet egy kicsit. És megint egy ilyen szerencsétlen gólt kapunk amúgy, de tényleg is mindenki rúgunk egy szép gólt. Na mindegy, én a beharangozónál megtippeltem az eredményt, hogy 1-1. Eltalálta. Én meg túl borúsan láttam a szitut, de most a Ricsi. Most de én nyilván én örülök a legjobban annak, hogy nincs igazam. Tehát. Persze, igen. Na jó van, srácok, köszönjük szépen, hogy megnéztétek. Reméljük, hogy mindenki örül, meg bulizik, vagy bulizni fog ezután, úgyhogy, ja, hajrá, magyarok! Hajrá, fél idő!